És akkor szép jó estét kívánunk itt a Space Junkie YouTube csatornán minden kedves nézőnknek. Visszatértünk egy újabb rakétaindítással, nagyon nem is fogjuk húzni az időt, megvárjuk ilyenkor a visszajelzéseket. Aki esetleg új ezen a csatornán, sziasztok, üdvözlünk benneteket itt a Space Junkie csatornán. Mi vagyunk azok, akik a... a, sz... a, sz... a sz... mi ez? Már... Bele, akkor bele már az elején belegabajodok. A Starship fejlesztésekkel kapcsolatban hozunk nektek folyamatosan friss híreket. Hírekkel jelentkezünk minden héten, valamint érdekes tartalmakkal, tartalmak keretében próbáljuk mindig kifejteni egy-egy nagyobb témakör keretén belül bizonyos dolgokra a véleményünket. Úgyhogy akit érdekel az űrutazás, ez az a csatorna, amit követni kell. Akkor ne is húzzuk az időt, itt van velünk Norbi. Sziasztok! Uh, Te egy minden lehet egy picit halk vagy, de én szerintem hát, adok rátok. Ne, 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 ne <laughs> hagyjad, 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 rátok, rátok. Uh, szí Itt van velünk Dávid. Sziasztok! És én pedig Szabi vagyok, és hárman leszünk a házigazdátok a mai közvetítés alkalmával, ami során a Nilesat 301 uh, műhold indul. Itt uh, ez egy kicsit uh, először is szögezzük le, Nilesat, ugye? Megegyezhetünk Igen. ebben. Jó, oké, okay, mert biztos sokan, akik a magyar kiejtés felé tendálnak, azt mondják, hogy nílszhat, de általában azt próbálunk mindent a nevén hívni, ezért hívjuk a Starship-et starship, starship nem csillaghajónak, és ezért nem egy Saturnus 5 rakéta indult a Holdra, hanem egy Saturn V. Úgyhogy, vagy Saturnet. E, mi ehhez kicsit ragaszkodunk. Jó, akkor szerintem kezdjük el, és nézzük, hogy miről fog szólni ez a mai indítás. Előjáróban még csak annyit hadd mondjak, hogy esetleg bárki szeretne küldeni nekünk bármilyen tartalmat az élő backstage-be, akik a Discordon fent vannak és szokták ezt használni, azok tudják, hogy miről beszélek. Ha bármilyen képet, videót esetleg szeretnétek a mai küldetéshez kapcsolódóan, Ö, legyetek szívesek ide a YouTube élő chatbe írjátok meg, hogy küldtetek oda valamit, és tegeljetek be minket a Space Junk vagy kukat Space Junky, mert másképpen nem fogom látni. Jó, akkor kezdjük is el, én mindjárt be is teszem akkor a küldetés profilt, és akkor Dávid, átadom neked a szót. Jó, uh... Igen, hát a legegyszerűbb, vagy a leszögezném rögtön az elején, hogy 23.04-kor van az indítás, tehát 28 perc múlva. Tehát aki innentől megkérdezi, az magára vessen, de egyébként ott is van az le, a folyamatosan me, ö, szépen jobbról balra menő sávban. Úgyhogy ö, még egyszer, tehát 23.04-kor fog indulni egy Nilesat műhold, ami igen, benne van a nevében, egy Nélusi, tehát egy egyiptomi műholdról van szó és összesen egyébként ez az ötödik műhold lesz, amit Egyiptom fog felbocsátani, de az első olyan, amit a SpaceX-el együtt karöltve. És ami ezt a Nilesat 301 műholdat fel fogja bocsátani, vagy fel fogja jutatni a világűrbe, az egy Falcon 9 rakéta lesz. Talán ez sem meglepő, hiszen a SpaceX-nek jelenleg ez az egyetlen operatív rakétája. Üm, és jelen esetben, vagy ma a B1062 rakéta, hordozó rakéta fog elindulni, ami már a hetedik küldetését fogja megkezdeni, tehát a B1062-7 hordozó rakétát jelölte ki a SpaceX a mai küldetésre, ami egyébként önmagában egy rekord ö, ö, rekordot is magával vitt még az előző küldetésre, tehát egy rekordot döntött meg. A két küldetés között eltelt időszak az mindössze 21 nap volt, ami, egy, ami az AX-1 és a Starlink-416 küldetés között mindössze el, eltelt, tehát ez 3-7 úgynevezett turnaround idő volt, és most is csak 40 nap telt el az előző küldetés óta, tehát ez egy eléggé gyakori, nagy, nagy gyakorisággal indított hordozó rakéta, de hát a SpaceX mostanában ezt csinálja, hogy inkább ilyen 3-4-5 rakétával próbál meg minél több küldetést végrehajtani, ami mostanában ugye leginkább Starlink műholdak felbocsátására irányult, de most végre megint egy kereskedelmi megbízást fognak teljesíteni. És ami még érdekessége ennek a mai indításnak, hogy ez mindössze az első olyan, ami ebben az évben, ami geostacionális pályára indul. Erről majd Norbi később beszél, hogy mi ez a pálya, úgyhogy én ebben most nem is mennék bele. A lényeg, hogy ez egy eléggé összetett indítás lesz, ami a műholdnak az, a tényleges operatív pályának az elérését illeti, de a lényeg, hogy a Falcon 9 egy úgynevezett geotransfer vagy geostacionális átviteli pályára fogja állítani a műholdat. Erről is fog Norbi beszélni, hogy ez mit jelent, úgyhogy ebbe sem mennék most bele. A lényeg, hogy a képkenever űrhaderő bázis SLC 40 vagy Slick 40-es indítóállásáról fog elemelkedni a rakéta, és ezt a nagyjából 4 tonnás, kicsivel több mint 4 tonnás, 4,1 tonna egész pontosan a műhold tömege, ezzel fog elindulni a mai nap folyamán, remélhetőleg bár mindössze 60%-a valószínűség a kedvező időjárásnak, de ahogy most egyébként éppen az élő képeket a NASA Space Flight-nál látom, így eléggé szép napsütéses idő van Floridában, úgyhogy remélhetőleg el fog indulni a rakéta. Csak hát ugye, amit el szoktunk mondani, hogy a Falcon 9 első fokozatának visszatérése miatt nem elég mindössze az indítási területen vizsgálni az időjárást, hanem ugye a visszatérési zónában is figyelni kell, ami a mai napon majdnem 680 kilométerre található az Atlanti-óceánon, Florida partjától, ahol a Just in Instructions dróhajó várakozik, tehát ez a mai napon egy drónhajós leszállást, remélhetőleg egy drónhajós leszállást látható majd a B-1062-es rakétától. Amit még talán érdemes elmondani, hogy ezt a műholdat nem maga Egyiptom gyártotta, hanem a Thales Alenia Space vagy Spas, egy francia cég gyártotta Franciaországban, tehát nem Egyiptomból kellett átszállítani az Egyesült Államokba, hanem mindössze Franciaországból, és egyébként ez már egy bevett gyakorlata a, 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 ennek a Nilesat nevű cégnek, hiszen a korábbi ö, műholdakat is, tehát nevezetesen a 101-est, a 102-est, a 103-ast és a 201-es műholdat is különböző más cégek gyártották, hiszen Egyiptomnak még nem biztos, hogy megvan az a megfelelő infrastruktúrája, hogy egy ilyen műholdat le tudjon gyártani. A funkció ennek az egységnek egyébként műsorszóró műhold lesz, tehát egy kommunikációs vagy távközlési műholdnak is mondhatjuk, de konkrétan Észak-Afrikának és közel-keletnek fog televíziós műsort szórni, vagy műsort, műsort biztosítani, vagyis hát leginkább annak a továbbítását úgyhogy ez egy, ez egy kommunikációs műholdnak számít, és többek között ezért is megy egyébként geostacionális pályára, de erről tényleg mindjárt Norbi beszélni fog. A lényeg, hogy ami most történik, még sajnos a SpaceX élő közvetítését nem tudjuk közvetíteni, vagy továbbadni, mert még nem kezdődött el, de talán hamarosan elindul, viszont addig más csatornák Élők közvetítését sajnos nem áll módunkban szerzői jog miatt továbbítani, úgyhogy azért nem tudunk még élőképet mutatni, de amint a SpaceX elindítja az élők közvetítést, akkor abban a pillanatban már átnyergelünk Floridába, és akkor együtt láthatjuk, vagy nézhetjük, hogy pontosan milyen előkészítő fázis is zajlik. De addig szerintem akkor Norbi átadom a szót, és akkor el a geotranszfer, meg geostacionális pályáról pár szót majd léci. Jó. Van. Na szóval, sziasztok, aki nem látta a... TechQ 11. adását, annak gyorsan egy kis gyors talpalót összedobok itt a, a pályákból. Tehát lényegében a, a geoszinkron meg a geostacionáriust szokták keverni okkal, mert uh, eléggé hasonló a kettő. Mind a kettő azt jelenti, hogy uh, maga a földdel azonos forgása. Tehát ugyanúgy ugyanannyi idő alatt kerüli meg a, a föld tengelyét mondjuk az adott az a, az a pont, tehát ugyanúgy mondjuk egy nap alatt tesz meg egy, egy fordulatot, de a geostacionális pálya az azért különleges, mert az mindig egy fix helyen látszódik az égen. Tehát ahhoz be tudsz állítani egy, mondjuk egy parabolát az adott szögre, meg adott irányba, és mindig fogod tudni, hogy onnan... Jön neked a jel, onnan kell venned a, a, akár tévéadást, akár internetadást, ahogy néztem. Most pont ez a műhold, ami megy fel, ez egyébként a NASA 201-est fogja majd leváltani, ami várhatóan 2028-ban majd ö, már nem fog tudni tovább működni. És ö, ez az új műhold egyébként nagyobb frekvenciával rendelkezik, és, és így nagyobb területet is fog tudni kiszolgálni. Ez azért is érdekes a geostacspályák terén, mert a pályákról a Földnek a 85%-át meg lehetne figyelni. Tehát most ez, egy, most ez egy kicsit furán hangzik, hogy 85, hiszen ha egy helyen áll, akkor, akkor ott, ott hogy figyelni meg a túloldalát. Ezt most inkább úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a, az adott látószögből a látható területnek a 85%-ára tud adhatósan jelet sugározni. A teljesen, valószínűleg most a, a felső részeken, tehát az északi sark, déli sark, illetve nagyon a perem részeken, ott már azért nagyobb gondolja a sugárzás, mert ott már a légkörnek is a torzító hatás vagy meg egyéb dolgok miatt azért már kellemetlenebb kicsit a jel továbbítás, de egy elég nagy területet fed le, és ha jól emlékszem, ez a, ez a ö, műhold ez Észak-Afrika, illetve Közel-Keletnek a, a televízió, rádió és internet szolgáltatására hivatott, tehát hogy ezeket fogja itt megoldalani, illetve kisegíteni. Uh -huh. Ú, így ez azt is jelenti, hogy ez a műhold mindig ezekre a területekre fog rálátni, tehát ez nem pont amiatt, hogy pálya, ez, ez mondjuk az egyenlítő vonalába van. Ha ugye minden geostac pálya geoszinkron, mert ugye szinkronban forog, de nem minden geostac, szinkron geostatsz, mert ha mondjuk kicsit fe, az egyenlítőhöz képest kicsit ferdén állna a pálya, akkor az történne, hogy ha mondjuk teszem azt egy házból néznéd ennek a pálya, a műholdnak a, a pozícióját, akkor ez föl lemozogna, hiszen a föld az egy irányba forogna, míg a másik egy szöget zárna be vele, így lentről, a forgásnak a sebessége, tehát a periódus azonos lenne, de a szöge az folyamatosan változna. Tehát mondom, ez a geostatszpálya az ilyen szempontból különleges, hogy az i, i, pontosan egy. Is, igen, van igen, szó? Igen. Pontosan. Uh -huh. Tehát, hogy okay. itt uh, az egyenlítővel azonos uh, szöget zárva a Na most a... Uh, Rögtön a rögtönzött TechU műsorunkat látjátok. Műsorom <tirar> <iska> műsorban. Jó van, és De mondom, 11. adást megnézitek, hogy sokkal részletesebben videókkal, mindenféle érzékkel fel van átvanadva. Uh -huh. A Maga a transfer pálya az a nevéből adódóan, az igazából egy ilyen idéglenes pálya, az arra szolgál, hogy az egyik pályáról átjuss másikra, hiszen uh -huh. nagyon ritka az, hogy most te neked, egyből, tehát nem. Kicsit, kicsit, hasonlóan kell elképzelni, mint amikor elindultok egy hosszú nyaralásra. Nem az van, hogy akkor egyből beültök, és akkor bepakoltok minden cuccot, és 2000 km múlva kiszálltok a kocsiból, hanem azért közben vannak megállók, közben vannak olyan, olyan helyek, ahol akkor kicsit eltöltöttek egy-két időt, hasonlóan szokott lenni a műholdaknál is, itt túljutnak azon, hogy kijutnak a légkörből, akkor jellemzően beállnak egy valamilyen leópályára, tehát egy alacsony földkörüli pályára. Utána, ha megfelelő lesz a pozíció, épp abba az irányba ö, tudna kijutni, amely irányba szeretne ugye, tovább emelkedni, uh -huh. akkor rágyorsít, a korábbi kör, vagy majdnem, majdnem körpályát, azt eltorzítja ilyen elliptikusra, ezzel ugye az, az történne, hogy a pálya egyik vége az sokkal magasabbra kerülne, és amikor feljut a kívánt magasságra, akkor megint ö, bekapcsolja a hajtóműveket, és úgy korrigálja a pályát, hogy a felső tehát a már elért magas pályán álljon be egy keringésre. Tehát van többfajta transferpálya megoldás, tehát hogy itt ebből is azért születtek kreatív ötletek, de az elv az lényegében ez, hogy valamilyen módon úgy növelni a magasságot, hogy lehetőleg minél kevesebb üzemanyagot használjál, és, és jó helyre kerülj a végére, mert itt nem igazán hatékony az, ha te nekiállsz fékezgetni a hajtóművekkel, meg újra rágyorsítani, mert hip-hop elfogy az üzemanyag. Tehát itt általában ezek ilyen egy, egylövéses dolgok, hogy vagy sikerül, vagy nem. De azért elég jól meg szeren Szerencsére azért szoktak sikerülni. Közben köszöntünk, egész szép számmal vagyunk ezen a késői időponton, 200... Senki nem tud aludni. 63-an. Ja, menjetek már, Lodi. Ne, 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 ne. Abszolút jó helyen vagytok. Közben Padawannak hadd köszönjük már meg az öt fontos felajánlását. Ő a Sági Gábor, és írja, hogy T-50. Aki, a, a, aki követi, a, dolgainkat, az tudja jó, hogy miről szól ez a T-50 nap, mondjuk így hozzátenni. De ne kalandozzunk. Tessék? A mértékegység fontos. A mértékegység nagyon fontos. Várja szerintem most lehet, Dávid lett egy nagyon picit halkabb, mert én közben próbálok benneteket kiegyenlíteni. Mondj megint valamit, Dávid. Akkor megint mondok valamit, hogy a mértékegység Jó. nagyon fontos. Mértékegység nagyon fontos. Oké. Okay. Jó, akkor nézzük meg, hogy ilyenkor egyébként arra várunk, közben én úgy látom már elindult az élő adás. Én egy pillanatra megmutatnám nektek, hogy mivel készültünk már megint a mai adásra, ugyanis lesz nekünk eh, nagyon jó vizualizáció, amit a flightclub.io oldalról szerzünk. Az előbb láthattátok ugye a röppájáját a, a rakétának, megmutatom ismét egy pillanatra. Eh, az ugyaninnen származik, tehát ugyanettől a, a sráctól vásároljuk úgymond ezek ezt a grafik, tehát ez, ez, erre is előfizetünk úgymond a ti támogatásokból, de tovább megyünk, és ugye ilyenkor szoktuk ezt a vizualizációt hozni, látjátok, közben elindult az élő adás, pontosabban nem sokára kezdődik, ez már annak a jele, és amit láttok a jobb, a képen jobb oldalán, Dávid Halk nagyszerű, mindjárt hang, igen, Dávid Halk, nem mondjátok, Dávid Lödi, hát ha... Bezöldülni egy kicsit. <laughs> Oké, okay. adtam már hangerőt. Most már remélhetőleg el fogjuk találni. Egyébként most vagyunk a mikrofon beállítós időszakban. Ha minden igaz, akkor most fixáljuk, és jövőben nem lesz ennyi probléma. Tehát látjátok a képenyő jobb oldalán. Egyrészt ott van egy rakéta, amibe egyrészt kék színnel, valamint zöld színnel van mindenféle érdekes folyadék. Erről majd mindjárt Dávid egy picit beszél többet. Mellette teljesítményjelzők, ez ugye a hajtóművek teljesítmény, jelzi az alsó egyetemben majd a 9 Merlin hajtóművét, a felső pedig az egyetlen egy vákum optimalizált Merlin 1D hajtómű teljesítményét reprezentálja, valamint 9 darab kis kört látok a képernyő jobb alsó sarkában, ez a 9 eh, Falcon 9, na, Merlin hajtóművet, na, csak kinyögöm lassan, a, kilenc a Merlin, 9 darab Merlin Kilenc Merlin hajtóművet reprezentál, majd látjátok, hogy ez szépen elpirosodik, vagy pedig kifehéredik. Ez, ez attól függően, hogy működik vagy nem. És érdekes lesz, majd erre visszatérek az élőadás alatt, pontosabban az indítás alatt. Nézzétek majd ezt a kijelzőt, jobb alsó sarokba, FC kis logó van rajta, ez a magasságot és a sebességet reprezentálja, de majd erről egy picit bővebben, ha eljön az ideje. Gábor közben kijavította, köszönjük még egyszer az öt voltos felajánlás, hogy is egy javítom. 5 T 50 x 24 óra. Köszönjük. A, gyengé, a gyengébek kedvéért, ezek mi vagyunk nyugi. valamint M Games-t üdvözöljük a Kármán vonalon, mint csatorna tagot, Üdvözlünk. köszönjük szépen a támogatásodat. Jó, és akkor, és akkor egy picit beszéljünk a feltöltési szekvenciáról, Dávid. Igen, meg akkor beszélek arról, hogy mi, miért is van ez a két szín a jobb oldalon, igen, amit az előbb említettél már. Igen, igen. Tehát ez a Falcon 9, ez egy RP, tehát a Merlin meg, amit említettél Szabi pontosan, tehát nem maga a Falcon 9, hanem az Aspect hajtó rakéta hajtóművek, a Merlin 1D hajtóművek, amik egyrészt RP1-es finomított rakétakerozint, másrészt pedig folyékony vagy cseppfősított oxigént használnak. Ugye az RP1 maga az üzemanyag, az oxidáló szer pedig, ami minden hajtómű elengedhetetlen ö, működéséhez szükséges, az pedig cseppfolyosított oxigén, és fél oxigénből mindig több szükséges általában, mint magában az üzemanyagból, ezért a kék színű ö, tartály jelöli a oxigén oxigéntartályt, a zöld pedig az RP1-et, és ö, majd elég érdekes lesz látni, hogy emelkedés során, vagy közben menj, milyen hamar ö, fog... Ö, üresedni ugye a, két üzemanyag Ugye nyilván most először csak az első fokozatot, tehát a nagyobb részét kell figyelni a rakétának, és amikor majd megtörténik a fokozat szétválás, akkor ugye egyrészt a második fokozat is beindítja az egy darab vákuum optimalizált Merlin 1D és az is ugye elkezdi szépen égetni az üzemanyagot, illetve az oxidálószert. Másrészt pedig majd érdemes figyelni, mennyire pici vagy kevés üzemanyag, illetve oxidálószer fog maradni a Falcon 9 első fokozatában, de ez mégis pont arra elég lesz, hogy remélhetőleg egy sikeres leszállást hajtson végre az előbb említett Just 3D Instructions drónhajón. Aki esetleg nem látott még egyáltalán ilyen, ilyen annak csak azt tudjuk ajánlani, hogy ha már eddig kibírtátok, akkor most már ne kapcsoljatok el. Sőt, ha elindult a rakéta, akkor még kb. 8 percet még bírjatok ki, mert körülbelül ennyi időre lesz szüksége a rakétának, hogy visszatérjen az Atlanti-óceánon várakozó drónhajóra. Úgyhogy úgy, tényleg nagyon örülünk, hogy már pont ebben a pillanatban 300 fölé emelkedett a nézők száma, és már nagyjából 10 percen belül vagyunk, ami az indítási idejét illeti. Úgyhogy hamarosan, amint megkapjuk az élőképeket, most már tényleg a, a SpaceX introja is megy, akkor ö, elkezdjük vagy elkezdjük átbeszélni, hogy pontosan mi is zajlik akkor, abban a pillanatban, amit éppen mutatnak a, az adásban. De a, nagyjából előzet, előzetesen, na de közben pont itt is van az élőkép, hát ami éppen jelenleg zajlik, David, az a rakéta... Dávid, mielőtt előtt folytatnánk? Annyit tegyél már meg, bocsánat, egy kis műszaki mm -hmm. eh, dolog ez. A mikrofont négy szíves ból nincs már be magad elé, csak halkisd de előtte. Akkor, akkor nagyon. De el, aha. Mert uh, hullámzol, tehát amikor uh, elbeszélsz a mikrofonból, akkor kicsit halkabb vagy, amikor visszatérsz, akkor, akkor jó, de jó lesz ez már így. Uh -huh. uh, igen, és akkor mindjárt elmondjuk gyorsan a, a szekvenciákat. Uh -huh. uh, jó, tehát beszéltek? Persze, persze, so jó vagy, jó vagy, csak gondoltam még most küszöböljük ki uh -huh. ezt a hibát. Uh -huh. Jó, csak hogy ne, ugye meg múltkor múlt beszéltük azért, hogy így picit arrébb old, csak hogy nem az, hogy béna vagyok, hanem hogy ne akarjon ki minket annyira a, a, mikrofon, de akkor picit itt tényleg korrigálni kellett. Na de a lényeg, hogy ami most zajlik, az ugye magának a rakétának a feltankolása, ugye az első és második fokozatnak a, a feltankolása RP1-es kerozinnal, illetve cseppfolysított oxigénnel és amit éppen látok, az egy teljesen normális folyamat, tehát nem, az, nem arról van szó, hogy most kigyulladt a rakéta, közben a, ugye a, drónhajó felszínét látjuk, vagy a fedélzetét inkább, úgy mondom, és hogy ez a szokásos ö, felvizezés zajlik. Belocsolják, hogy nehogy, nehogy a sirály. <laughs> inkább ne annyira melegedjen túl, de... Igen. De itt a nap, nap, miatt is meleg, melegedne meg, amikor leszállás van, akkor azért ott fogja kapni az ívet. Hát igen, pedig akkor már csak egy hajtómű mű dolgozik, de akkor is az is még elég szép hőt tud termelni. Nem állnék alá. Tis. Hát és <laughs> elég hamar grill, grill, nem grill csirik, hanem grill emberek lennénk belőle, <laughs> vagy magunkból. Na, de a lényeg, hogy igen, tehát most jelenleg ami zajlik az egy teljesen normális folyamat, vagy éppen amit láttok, esetleg aki még nem látott Falcon 9 cignitást, tehát ilyenkor nem arról van szó, hogy kigyulladt a rakéta és füstöl, mert ez nem egy égés termék, Uh, amit, amit látok uh, ki, vagy uh, elszállni ugye a rakéta felszínéről, vagy oldaláról, hanem ugye pont az előbb említett cseppfolyosított oxigén, ami rendkívül mélyhűtött uh, közeg, az ilyen mínusz 186 fok körülbelül, azt hiszem, az a cseppfolyósított állapotában az oxigén hőmérséklete. Tehát ez egy rendkívül hideg közeg, ugye főleg a külső hőmérséklethez képest. És ilyenkor egész egyszerűen az történik, mint ahogy Szabi szokta tök jól említeni a példát, hogy mint amikor kinyitjátok a mélyhűtőt ugye nyáron, és hirtelen tényleg így pára képződik ugye a környezetetekben, mert hirtelen akkora lesz a különbség ugye a, a méhűtőnek a belső hőmérsékletek között, illetve a külső hőmérséklet között. Meg nem is, is elég egyszerűen... bármit kivenni mm. a frigóból, kitenni egy picit, is kifehéredik teljesen. Hát igen, és az mm -hmm. is. K kicsit, kicsit kifejteném már, mm. hogy <laughs> itt lényegében az azt történik, hogy a, ami kint van körülötted, meleg levegő, az nagyon sok nedvességet meg tud kötni. Pont amiatt, hogy, a, hogy melegebb. Amit kiveszel egy hideg dolgot, az a maga körül, tehát a saját maga körül lévő levegőt, azt lehűti. A hideg levegő már nem bír annyi nedvességet, ezért ilyen kis apró cseppek jelenek meg körülötte, amiket mi hát füstnek titulálnak, de, a, de ez nem füst, hanem ez gőz hivatalosan. Mm -hmm. Ugye a füst az az, amikor szilárd részecskék vannak elkeveredve gáznemű részecskékkel, itt viszont mm -hmm. folyadék cseppek lebegnek a. Gázba. Tehát, hogy itt, itt ténylegesen az történik, hogy a levegőben az addig megtartott eh, víz rész az kiválik. Tehát kicsapódik úgy, mint amikor eh, lecsapódik a pára az ablakon. Tehát az teljesen hasonló módszertan, csak itt itt ilyen kis, tehát már a, a légnemű közegben várnak ki ezek a kicsik is vízcseppek. Hát engem, felhő felhők képződik, ha úgy vesszük. pontosan. Ezek apró felhők. Úgyhogy tényleg ez egy teljesen normális folyamat, és pont ebben a fázisban már eléggé előre haladott állapotban van ugye már a tankolás, tehát egyre inkább gőzöl a rakéta, úgymond. Hát tényleg ez egy ilyen eléggé átvitt értelmű gőzölés, hiszen nem forr el maga a rakéta, csak ugye a, köz a körülötte lévő levegőben zajlik átalakulás. És amit látjátok ugye az alsó folyamat ábrán, ugye ez az úgynevezett engine chill folyamat már lezajlott, ugye ez gyakorlatilag a 9 Merlin 1D hajtóműnek az első fokozat hajtóműveinek az előhűtése, hogy ne az indítás pillanatában ír a negatív hősok ugye az egész égés rend, égési vagy üzemanyagrendszert, illetve ugye magát a, az égés, ahogy hívják ezt pontosan már? Fúvókát? Hát a fúvókát igen, meg ugye magát az égés, égés teret, ugye teret. ahol... igen. Mm, igen. Igen, ez nem jutott eszembe, de pont most sikerült. Tehát, hogy ne akkor hirtelen érje negatív hősok, hanem az egész rendszer, hanem így előhűtik, és akkor ezáltal ö, felkészítik az indítás pillanatára az egész rendszert. Uh -huh. ö, ami ezután következik, az a Stromback Retract, ez magának a annak a másik függőlegesen álló, jelenleg még függőlegesen álló szerviztoronynak, vagy tar egy másrészt pedig tartó áványzatnak a kicsit eltávolítását jelenti a rakétától, ami itt szintén egy ilyenkor teljesen megszokott fázis, de ez ugye még nem azt jelenti, hogy teljesen leválna a rakétáról, hiszen akkor nem lenne, ami tartaná magát a járművet, és hát elég nagy lenne a valószínűség, hogy el is borulna az egész, hiszen ennek nincsenek most nyilván a lábai kinyitva, az majd csak a leszállás pillanatában kell bekövetkezzen, tehát valaminek tartania kell egészen az elemelkedés pillanatáig a rakétát, és ez a tartó állvány, vagy ez a szervíz torony, ez látja el ezt a funkciót. És akkor utána már T-1 percnél fogunk csak járni, és akkor már a belső számítógépek, illetve erő, az energiállátást már átveszik ezek az belső rendszerek. Tehát az már tényleg gyakorlatilag az indításra való felkészülés jelenti, és akkor utána már az emelkedés különböző fázisait Szabi fogja ismertetni. Most nyíltak vissza ezek a karmok, így a, a fő. Tehát a, ez a fejrésznél egyébként, ez a, ez a felső rész, ami így ki. Ö, szélesedik, ebbe lehetne, biztos ismeritek az amerikai filmekből ezeket a sárga nagy buszokat, nagy olyat bele lehetne helyezni, uh -huh. tehát ez egy olyan méretű, uh -huh. Uh -huh. hogyha így valaki így, így ezt így el tudna képzelni, hogy egy rendes busz így hosszába elférne. Jó, akkor én még hagyd mondjam el gyorsan, hogy mit fog történni az indítás után. Amit éppen láttok jelenleg a képernyőn, remélhetőleg... Ops, minden eltűnt. Na, mindjárt vissza, visszahozom nektek. Igen, néha ezt el szokta játszani egyébként. ezt most valamiért a, elkezdte a Windows csinálni. Mindegy. Szóval, indítás után... Mint ahogy szoktok mondani alapvetően ez a, ez a, az élőadás szépsége. Tehát indítás után mit fogunk látni? Elemelkedés után 1 perc 12 másodperccel jön a Max Q, ez a legnagyobb aer dinamikai nyomás, ami ilyenkor a, tehát a legnagyobb stressz, ami a rakéta, ami, ami magát a rakétát éri. Ilyenkor visszaveszik a teljesítményt, érdemes le, majd lesz majd nézni a 9 Merlin művet, valamint az első fokozat teljesítmény kijelzőjét, úgymond. Aztán a következő mérföldkő 2 perc 34-nél lesz, ekkor az első fokozat hajtó kilenc hajtóművel leáll, közvetlenül rá 3 másodperccel jön az első és második fokozat szétválása, valamint 2.45-kor beindul a második fokozat egyetlen vákumoptimalizált Merlin 1D hajtóműve. Következő eh, mérföldkő majd az 3 perc nél lesz, ilyenkor leválnak a, a raktérborítás, rak tehát áramvonalozó kupnak hívják, de a raktérborítás alapvetően leválik majd, a következőre egészen pontosan 6 perc 28-ig kell vágni. Várni az első fokozat Három darab Merlin hajtóműve beindul. Ez azért szükséges, hogy ugye, amikor ilyenkor belép a légkörbe, akkor elkezdje lelassítani magát, valamint megvédje magát az első fokozatot az ilyenkor uh, generálódó úgymond uh, erőhatásoktól. És ugye a végén 8 perc 42-kor megtörténik az első fokozat landolása. De úgy látom, hogy 1 perc 42-re vagyunk az indulástól úgyhogy én akkor gyorsan visszavarázsolom az élő képernyőt, meg adok rá egy nagyon picike kis hangot, amilyenkor, ami szokásos, eh, szokás szerint szoktunk csinálni, nagyjából indítás után fél percig várunk, és hallgatjuk magát, közben egy hatalmasan <coughs> nagy ventinget látunk, ilyenkor várunk arra, hogy, hogy ugye ilyenkor a legszebb a hangja. Nem mindig adják vissza jól ezek az indítások, de azért ilyenkor mindig elhalkolunk szépen, letekerjük a hangerőt, hogy hallgassuk együtt ezt, ezt a hát remélhetőleg szép, ropogós hangot. És üdvözlünk mindenkit, aki egyébként a YouTube csatornánkat nézi. Még egy nagyon gyors uh, technikai info: Aki nem kap értesítést, iratkozzatok le, iratkozzatok vissza, meg a csengőt és a opciót választjátok. Nekem mindig működik azoknál a csatornáknál, akiket én legalábbis követek. De már egy percen belül vagyunk, és akkor ugye most a át, az irányítást maga a fedélzeti számítógép. Így van, és elvileg a repülős igazgató utolsó engedélyére is most kerül sor. És akkor már tényleg semmi nem állíthatja meg a rakétát, remé, ne, csak technikai gond, de ne reméljük nem is fog bekövetkezni ilyesmi. Igen. És akkor, amikor éppen az adott fázisban járunk, akkor majd beszélünk róla, hogy éppen mi történik, de most már tényleg az utolsó másodpercek vannak, úgyhogy hallgassuk a rakétát, illetve az indítást. Tíz másodperc. Hát, nem, ez egy kis fenomenal. Ezt nézd, Hát, hangja nincsen túl sok. Nem igazán, nincsen hangja. Így, az a dolog, hogy az SHC40-ről nem szokott lenni egyébként, de... Hát, ha reméltem, hogy ez egy mikrofon csak oda tesznek, de úgy tűnik, nem. Nem, sajnos nem, viszont csodálatos felvételeket látunk, azért azt tegyük hozzá. Igen, nagyon-nagyon szép tiszta idő van Florida fölött, vagy foridában, inkább úgy mondom. Ugye ez egy nagyon klassz fedezeti kamera, aki szintén, aki nem látott még indítást, ez ugye az úgynevezett interstage, tehát az első és második fokozatot összekötő szakasznál van felhelyezve egy, egy fedezeti kamera, és most még ami éppen látszik, ami picit kiáll ugye a rakéta törzséből, az az úgynevezett egyik Gridfin vagy Aerorács, ugyanimint majd a visszatérésnél fog fontos szerepet játszani, de ugye ebben a fázisban, még az emelkedésnél ugye az a legjobb, ha be bezárt állapotban van egy dologra hadd fel, hat hívjam a kedves nézők figyelmét, amit szerintem nem mondtam még át közben Max Q van. Nézzétek a jobb alsó sarkot, a, a Flight Club vizualizáció, amit hoztunk. Ott van ugye látszik, az is mutatja a sebességet, valamint a magasságot. Nem feltétlenül egyezik meg a valós telemetriai adatokkal, de ami a fontos, hogy nézzétek, van egy-egy nyíl. Az egyik a magasság, az még mutatja, hogy felfelé halad, tehát még emelkedik a rakéta. A másik pedig magát azt mutatja, hogy milyen irányba áll maga a rakéta. Tehát már látszik, hogy lassan horizontális. Igen. Igen. És, és ezeket Te érdemes figyelni, mert marha jól reprezentálja egyébként, hogy mi történik magával a rakétával emelkedés közben ilyenkor. Igen, tehát ha nem szerezne oldalirányú sebességet, egyszerűen visszaesne. Uh -huh. Tehát, hogy neki fel kell vennie tényleg azt, ami a körpályához szükséges. Első keringési sebesség. Pontosan nem az első fokozatnak, de... De ő is segít abban, yeah. hogy elérjék. Yeah. És akkor lassan jön az első, is, első fokozat, leáll 34-nél, 2.34-nél. Really Igen, most kicsit, hát, alig látszik a, a, a gázcsóva, hogy ami elhagyja a rakétát, hiszen a már annyira ritka a légkör. Nagyon mm -hmm. szépen kinyílik az egész. Ez az amikor már abszolút nem hatékony, de... Igen. És akkor és most leállt a hajtómű, most szétválik az első és második fokozat. Na és földi kamerával mutatják. Igen. Pedig És nézzétek, a melyik teljesítmény kijelzője a második fokozatnak jobb felül a vizualizációba szépen felpörgött, tehát beindult a második fokozat. Na ez pedig most már egy pillanatra ugye a baloldali képen az interstage, előbb elüntett interstage belül, belsőből most pedig megint a külsejéből egy feliceti kamera. Ugyan, teljesen normális szinten ugye a baloldali bal alsó sarokban látjátok ugye az első fokozat telemetriai adatait, ugye ez teljesen normális, hogy már, már, is elkezdett csökkenni a sebessége, hiszen már nincs tolóerő, ugye leálltak a hajtóművei, viszont az a magasságom vagy a pályája még mindig emelkedik egy picit, hiszen nem arról van szó, hogy megáll és azonnal visszazóan, hanem a lendület még viszi tovább egy ideig, és nagyjából egy ilyen 130 kilométeres magasságban, közben leváltak az áll államhozoló is, tehát nagyjából egy ilyen 130 kilométeres magasságig fog még emelkedni a, az első fokozat pálya, és utána kezdi el meg ö, a, a süllyedést. És ugye, amikor a süllyedést, akkor értelemszerűen már a, a sebessége viszont nőni fog, és ekközben pedig, ugye ahogy annak lennie kell a jobb oldali képen, szépen látjátok, hogy az egy darab vákumoptimizált hajtómű, az pedig ö, végzi a dolgát, és gyorsítja folyamatosan a, a második fokozatot. Ugye természetesen még rajta a műholdal, ami most éppen nem látszik, de az előbb, éppen amikor leváltak az áldalommal azok húpok, akkor, vagy a laktérborítás, akkor látszott és az ott legalul, tehát a képernyő legalján az a nagy kékség, az a Föld nevű bolygó. És gyönyörű, gyönyörű szépen látszott, ahogy, ahogy, a napfénye megcsillan az óceánon, ez csak onnan lehet látni. Gyönyörű szép. Egyébként, aki azt mondja, hogy ez unalmas, mert a múltkor kaptam egy olyan kommentet, bár ugye vicces jellegű volt, hogy megint ah, egy starling. tehát nem tudom elhinni, hogy ez valakinek unalmas. Tehát, tehát már 124 km magasból is Piszak gyönyörű a föld. Ismét felhívnám a figyelmeteket, tehát a jobb alsó sarokban, eh, ahol ugye a Flight Club adatai láthatóak, most már látjátok, hogy a magasságnál lefelé nyíl mutat, tehát már zuhan a booster, az első fokozat, míg eh, tehát már mint magasságából veszít, ezért lefelé mutat, de még mindig látszik, hogy egy kicsit ilyen oldalirányú a repülése, még most ugye átfordul egy 180 fokos fordulót tesz, és majd lehet látni ez a nyíl, ez a zöld nyíl, hogy elkezd inkább egyre inkább lefelé mutatni, ez, ez, a zuhanás irányát mutatja alapvetően. Egyébként igen, ez, ez, ez a booster egyébként az Axiom 1 és az Inspiration 4 küldetésekben is részt vett, ugye? Tehát két emberes szolgált, emberes uh, küldetés, mert ez a hetedik indítás van, hát küldetése. Biztos, mert megnéztem az indítást, nem tudom pontosan minden azt hiszem két Starlink is volt benne, meg azt hiszem volt két... Uh, igen, GSV, két, vagy GPS. G két GPS, két gps GPS. kezdődött a karrierje, mm -hmm. aztán az Inspiration 4, egy Starlink, egy ax egy megint egy Starlink és most a Niles 301, úgyhogy ez egy elég híres rakéta. Igen, igen, elég komoly. már 8 embert jutatott az űrbe, ha úgy vesszük. Elég komoly lastrom áll mögötte, tehát eh, fantasztikus! Eh, érdekes lesz, amúgy lassan azt nézem, 6 perc, 28-nál eh, indul, majd az első fokozat háromhajtóműve. É, megint csak fel tudom hívni a saját vizualizációt, amit hozunk nektek, ez az élő streamben nincsen benne, ezt, ezt, ezt mi hozzuk nektek, Space Jankiek. A darab... ha csak átkatindultuk a SpaceX-re, egy pillanatra isten a vissza. Igen, és nézzétek meg a kilenc Merlin hajtóművet, Majd le, le, most indul a középső. Persze egy picit csúszás, de majdnem tökéletes egyébként, és a két szélső most kapcsolódik be. És látszik, hogy az egé tehát a lángnak a profilja megváltozik. Most egy kicsit ilyen elnyújtott az egész, de mindjárt ahogy leáll, ugyanúgy áll le, tehát az először a két oldalsót kapcsolják ki, és majd utána a középsőt. Ez pontosan, mondjuk már el, hogy miért is fontos ez a lassító manőver. Én pont ezt, pont ezt akartam kérdezni Norbitól, mert szerintem ezt is te jobban el tudod mondani, mint mi expeditíven. expeditíven, jó. Hát, ha nagyon röviden akarunk fogalmazni, akkor azért, hogy ne, ne, na, ne járjon úgy, ez az első fokozat, mint a legtöbb meteorit, hogy szépen addig nőne a sebessége, mivel hogy itt még vákumban zuhan. Jó, nem tökéletesen vákum, mert tökéletesen vákum még a leópályán sincs, de, de így elég ritka légkörbe zuhan, és és olyan sebességet is el tudná érni, hogy amikor beérne a sűrűbb légkörbe, akkor az egy... Egy perc múlva landolunk, csak szólok. Igen, olyan hirtelen fékezést adna neki, hogy a, levegő súrlódásától annyira felhevülhetne, hogy akár el is éghetne, vagy teljesen tönkre, kér, tönkre, mehet, tönkre mehetne a hajtómű, és ezért egy, egy ezzel a láncsóval egy az, hogy fékezi, másik oldalról pedig kicsit egy ilyen, egy ilyen Lökés -hullám szerű ilyen frontot képez maga előtt, igen, ha. tehát hogy egy olyan olyan kis pajzsot tart ezzel maga elé, hogy eltolja magától ezeket a forró gázokat. És közben leállt a második fokozat. Tehát alapvetően megvédi magát a, a egy egyrészt, meg ugye hát fontos, hogy lelassítja egy bizonyos pontig, de érdemes nézni, Más. hogy már a levegő, már a légkör milyen durván gyorsítja. Na de akkor lássuk! Közben hamarosan a landolásnak kéne következni, sajnos most úgy az első, uh -huh. első fokozat nem, nem kapott elég ö, jelet a kamerája, vagy nem érkezett a kamerából elég jel, és nem tudtuk végignézni. ez meg van fagyva ez a kép, ugye? Igen. Ez eléggé, igen. Rétan. Rétan, hogy meg van fagyva. Mindjárt Ennyire nem stabil. Varázsló mindjárt csak így puff, mondtam. Hát, a papá, igen. Hát most jönnek a kommentek, hogy tudtam. Holnap megyek a lottóért. Ja, 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 a sok lapos gondolom most van. Most is egy, de már nincs Na hát, hogy, a lényeg, Tudi. hogy... Ö, egy heti, Na, mindegy, hagyjuk is. Ö, a hetedik sikeres visszatérését hajtotta végre az 1062-es úgyhogy ez viszont szépen. ezt is mindig elmondjuk, hogy ez nem az elsődleges feladata volt a SpaceXnek, hiszen nyilván a hasznos terhet kell megfelelő pályára jutatni, úgyhogy ez mindig csak a másodlagos cél, amikor a Falcon 9-et visszahozzák, de a lényeg, hogy ez sikerült, és egy tökéletes landolást láthatunk, ha még nem is olyan szinten, mint ahogy szoktuk látni, de legalább a lényeg, hogy visszatért a rakéta, úgyhogy egyrészt kipipálva a küldetésből. Pár kérdés? És Jött egy olyan kérdés, Ö, hogy... Csak e még, csak még, bocsánat, még azt mondjam már a végül, hogy most ugye, amig, amit zajlik, az ugye egy ilyen keringesi fázis lesz, tehát ugye most látszik, hogy nem dolgozik ugye a, a hajtómű, tehát most ugye majdnem tartja a sebességet, egy nagyon picit ugye, bár csökken, de a magasság az ugye folyamatosan pedig növekszik. Ennek is oka van, hiszen most azért egy több ezer kilométeres magasságú pályára kell majd állni a műholdnak, és ehhez a rakétának elég fontos segítséget kell biztosítania. Hüby. Tehát most egy ilyen 20, egész pontosan, 19 perces keringési fázis következik, majd pedig egy ilyen nagyjából egy perces, egy picivel több mint egy perces újabb hajtóműves gyorsító manőver, tehát ez egy újabb pályakorrekciós manőver lesz, hogy még magasabbra és még gyorsabban menjen tovább a második fokozat majd ezt követően fog leválni néhány perccel később ez az előblátott műhold, és onnantól már a saját hajtóműveinek segítségével fogja a végső pályáját elérni. Közben marha jó, most nézem, hogy a Flight Club oldalon konkrétan, nézzétek! Tehát itt konkrétan mutatja is, hogy hol jár. Tehát itt jár most a kis jármű. Lassan belép földárnyékba egyébként. És nézzétek, hogy milyen érdekes hurkot fog. Ugye ezt adás előtt beszélgettünk. Ez egy érdekes küldetés mindenféleképpen. Uh, igen. Uh, mit akartam? Uh, még mielőtt mindenki elmegy, mert ugye a nagy show véget ért. Ha tetszenek ezek a közvetítések, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, mert rendszeresen hozunk ehhez hasonló közvetítéseket, de nem csak ugye indításokra specializálódtunk, hanem külön beszélgetős műsoraink vannak, ahol mindig kiragadunk egy-egy főbb témát, plusz a Starship fejlesztésekkel kapcsolatos hírek, és itt beszélgetünk, vagy pedig mondjuk nagyon jó műszaki-technikai beszélgetés műsorokkal is szoktunk jelentkezni. A képenyil legalján látható úrral, ugye Norbi szokta nem ezeket nem, nem, nem. Kooper, kooperáció, ugye? Vele szokott ez így nagyon jól működni, már elég régen. Úgyhogy tényleg nézzetek minket, valamint olvassatok minket Spacegenki.hu weboldalon folyamatosan hozzuk a legfrissebb híreket, űrhíreket. Fontos. Valamint, 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 Instagramon, Twitteren, Facebookon, űrutazás űrhajók, vagy pedig spacejunkie.hu néven fent vagyunk. Kövessetek minket ezeken a platformokon, mindenhez linket megtaláltok a leírásban, valamint Discord szerverünkre várunk benneteket, mert egy hihetetlen jó és e, e, magán kis csapat gyűlt össze össze, úgyhogy e, szeretettel várunk minden érdeklődőt. Vincekris tudnak szeretném megköszönni a 400 forintos Superchat e, felajánlást, nem írom le, úgyis tudjátok, Tudjuk. <laughs> Valamint hát kinek, hogy 14 hónapja tag. Így van, így van. Kármában úgy, hogy nagyon szépen köszönjük. Jó, és akkor jött egy olyan kérdés, csak tényleg nem akarjuk nagyon elhúzni, mert tényleg későn van, de például ez egy jó kérdés, hogy én egy magam kérdezte, hogy ez egy balisztikus pálya, amit az első fokozat most bejár. Alapvetően igen. Tehát ér, igen. igen. Ez olyan, mint egy ágyugolyó, csak nagyobb mondjuk úgy, nem méretire gondoltam, hanem nagyobb távolságra. Ez amit meg. a van korre korrekció amikor, amikor mennek, a hajtóművek, de egyébként igen, tehát alapvetően ez egy, egy balisztikus pályán tér vissza. Igen. Igen, ö, Kérlek, azt nézem, a, hogy igen. A körpálya, azt látom, most Swisslune-nek, ez jól tippeli 35.790 35, 35 km-en van a geostac pálya. Hmm. Hmm. Igen, és ez a műhold is nagyjából azt a, azt a magasságot fogja elérni, de hát ez nyilván azért több nap, vagy talán több hét, ugye attól függ, hogy a hajtom milyen teljesítmény leadására képes, milyen tolóerő. Tehát ugye nyilván azért a, a vákumban nem kell akkora nagy lendület, hogy vagy olyan, olyan intenzív korrekció, hogy, hogy tényleg nagy energiabefektetés legyen, hiszen tényleg egy nagyon apró mozdulat is már olyan pályakorrekciót, vagy po, olyan manőverezést biztosít, hogy, hogy tényleg szinte tényleg csak egy pillanati, pillanatnyi hajtóműves löket kell, és már nagyon megváltozik a pályája egy adott műholdnak. Egyébként elméletileg akár Leóról, Geóra olyan 5 óra alatt fel lehet jutni. Most persze ez most ki tudja, hogy most éppen hogy, meg hányszor kell, tehát maga a pozíció miatt hogy kell bejeszkedni, de de teoretikusan a kerőt óra múlva volt, lehet, úgyhogy még húzzuk le ezt az öt órát. De egyébként, igen, azt kis... nem mondtuk, hogy maga a műhold az, az 33 perccel indítás után válik le, úgyhogy azt, azt talán még megvárjuk azért majd. Vagy nem tudom, megvárjuk-e? Meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk az érdeklődés függényében. Egy hozzászólást még mindenképpen, vagyis üzenetet hadd fel. E... Laurinet tünde írta nekünk. Space Junkie. Tízes gimis osztályal a pénteki Roskos indítást élőben néztük tanórán az első fokozat leválásától. Nem tudtam ott üzenni, szerettek, szerették volna, így itt adom át az üzvöz, üdvözletünket. Ha valamit, ha valami tényleg hatalmasan nagy megnyugvással tört el minket ezekkel az élő közvetítésekkel kapcsolatban, amikor ilyesmit olvasunk. Mert tényleg marha jó látni, hogy, hogy egyszerűen Egyrészt ti segítettek abban, hogy a mi munkánk egy kicsit szélesebb rétegekhez érjen el, de amikor gyerekekhez jut el ez az információ, azt hiszem ilyenkor tényleg örül a szívünk. De szerintem Dávid egy picit tud erről még mesélni, mert hogy neki is volt nem régen hasonló élménye. Hát annyira nem hogy tegnap volt egész így pontosan, van. hogy egy általános iskolában, nektek elmondom, ha már itt vagytok velünk nézők. De csak így négy ahol... szem közt. Tehát csak így négy szem közt, vagy 348-szor, kétszer, hatszor, nem tudom hányszor, két közt. A lényeg, hogy a volt általános iskolámban, eh, ahol édesanyám is tanít jelenleg, eh, volt lehetőségem eh, egy, először egy nyolcadikos, után egy ötödikes osztályban egy hát remélhetőleg elég tetszetős kis előadást prezentálni, pont azért, hogy így felkedjük a diákok figyelmét, hiszen előttük áll ugye az élet, ilyen frázisokat meg közhelyeket nem akarok lövöldözgetni, már ilyen későn a lényeg, hogy főleg fiatalok számára akarjuk az űrkutatás szépségét, vagy varázsát közelebb hozni, mert belőlük akár még lehet egy nagyon kiváló magyar űripari mérnök, vagy akár bármilyen más szaktörleten egy szakember, uh -huh. úgyhogy őket próbáljuk így úgymond bevonzani, tényleg mint egy mágnes, hogy ne féljenek a témától, mert mi sem úgy kezdtük, hogy, hogy ö hogy most akkor rögtön rakétamérnökök leszünk, most sem le vagyunk azok, és valószínűleg már nem is leszünk azok, de mégis a sok motána olvasás és különböző közvetítések nézése után azért némi tudásra talán szertettünk, és hát nyilván Norbinak is köszönhetően a tech jó adások után. <laughs> Úgyhogy a lényeg, hogy bárki, és nem csak most fiatalokról beszélünk, de akár felnőtt is, aki már minimális szinten elkezd érdeklődni az űrkutatás iránt, vagy űrutatás iránt, az tudjuk biztatni, hogy ne hagyja abba, és ne tántorodjon el még akkor sem, hogyha rengeteg műszaki dolog is közrejátszik, vagy műszaki adat, mert ez nem annyira félelmetes téma. Na mindegy, szóval visszatérve az iskolásokra, hogy tenap egymás után két tanórán, most már ezért így évvégén a tanárok is engedékenyebbek, és két tanórán adtam elő egy prezentációt, ugye nyilván Magad... azért... Hát meg magamat is, igen... Igen, úgyhogy ö, egyébként tényleg meglepően sokan érdeklődtek a téma iránt, és meglepően sokan sok mindent is tudtak már, tehát azért nem, nem reménytelen a helyzet abszolút, csak hát egy kicsi löket kell nekik, mint mondjuk ennek a műholdnak, hogy elindult a rakéta az útjára. <laughs> és, és tényleg így nagyon, nagyon klassz volt így, hogy tényleg amikor kérdeztem, akkor, akkor több jelentkező is volt, vagy volt, amikor az egész osztály mondjuk egyszerre bekiabált, az nagyon jó érzés volt, és úgy tényleg úgy látszott a, látszott a kis arcukon, hogy így tényleg így, ahogy felcsinálna a szemük, hogy mondjuk egy Falko Heavy küldtem, be, vagy mutattam nekik YouTube videót, és akkor így látott szája figyelték, hogy úristen, de jó, meg nyilván Elon Muskot azért tudták, hogy ő kicsoda, úgyhogy, úgyhogy tényleg így ez nagyon klassz volt, és és akkor így ezúton is így, így, próbálunk bíztatni mindenkit, hogyha mondjuk akár ő maga dolgozik, vagy, vagy éppen egy ö, kontaktja van egy másik iskolához, akkor, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésre, és ősztől a évelején még, amikor nem indul be annyira a buli, vagy amikor éppen a tanárok még úgy döntenek, akkor nagyon szívesen megyünk, és, és előadunk abban az iskolában is, hiszen minél több helyre eljutunk, annál jobb, és minél több diák számára el tudjuk hozni az űrkutatást így magyar, magyarul érthetően hétköznapi formában, akkor az, az, nekünk csak annál nagyobb öröm. Tehát ilyen, ilyen amit említett Szabi, ilyen cset üzeneteket is nagyon öröm olvasni, hogy tanárok, akik minket néznek, az a saját osztályoknak is megmutatják az élő közötítést, hiszen ilyet Magyarországon nem nagyon lehet látni, úgyhogy ezért csináljuk, tehát nem magunk miatt, hanem kizárólag így nektek nézőknek, illetve gyerekek számára is, akik, akik nem is tudták esetleg, hogy érdekli őket ez a téma, de talán egy, egy adást megnéznek, és akkor eljönnek, hogy hú, ez nagyon király, mm. és innentől mindent nézni fognak, ami űrkutatás, űrutazás. Egyébként érdekes ez a dolog, mert én is mind a két fiamnak, a Suriának írtam, meg még itt, akiket ismerként találok, így mutogattam nekik, de én egyelőre még nem, nem jött vissza se még annyi válasz, hogy köszönjük, majd gondolkodunk <laughs> rajta, hogy <vagy> valami. <laughs> Pedig azért, hát ha tudnák, hogy, hogy mit, tud, mit tudtam volna megmutatni nekik, akkor lehet, hogy érdeklődnének, de nem baj, majd meglátják idővel. Tehát <laughs> <laughs> így. Tényleg hét, hétvégére e tervezünk majd egy ilyen félig leleplezős videót, úgyhogy majd ott lesznek érdekességek a jövő héten, vagy majd ha majd posztolok ki, illetve hát uh -huh. hétfőn indul az első tes szonda. Ez a hirályám szonda, úgyhogy uh -huh. majd azt reményedtől megtaláljuk, és akkor majd dobok róla majd videókat, ami uh -huh. amit tudunk. Uh -huh. okay. úgyhogy... kicsit, kicsit az előző témába vág, Sancho kérdezi, hogy Lagzit is vállaltok? <laughs> Mint milyen Van az részt Van a pénz, amik... biztosan. Így... <laughs> majd valamelyik mulatóst át kell költeni egyébként valami, nem tudom, az a High Bay to Hell és hasonlók, nem tudom, lehet elénekeljük a High Bay to Hell-t. Cetnád Gergely írja, és köszönjük az 1000 forintos szupercset felajánlásod, tetszenek a közvetítések, nagyon szépen köszönjük, tényleg ezért csináljuk, hogy minél többen nézzük. Több mint 400-an voltatok egyébként az indítás során, ami hát így 430 körül volt. 430, ami így fél... Ami este 11-kor nem rossz. Igen, este 11-kor indul, azért az úgy betyáros. Tehát tényleg azt mondom, hogy ez így tök jó, hogy már ennyi embert be tudunk egyrészt, vagy le tudunk élőben ültetni egy ilyen esemény elé. Természetesen az lenne a legjobb, ha minél többen néznék, tehát minél több embert érdekelne, de természetesen egyrészt mindenkinek van élete, másrészt is nem mindig fér vele, igen, Vince Kristóf, nem mindenki éjszaka műszakizik, éjszakai műszakizik, műszakozik, úgyhogy csak ki tudom már mondani. Úgyhogy, <laughs> úgyhogy a lényeg, a lényeg, hogy, hogy tényleg marha jó ezt látni. Volt nekünk már olyan műsorunk is egyébként a Perseverance Rover landolását, majdnem 20 ezeren nézték velünk élőben. Nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk nagyon-nagyon fontos mértfölkő eseményeket itt, ezen a csatornán közvetíteni veletek együtt. Tényleg marha jó dolog látni. Én megmondom őszintén, én csak, én, én, én csak kívánni tudtam volna akkor, amikor az első Heavy indítás ment, hogy egy közösségben eh, láthattam volna, így utólag visszagondolva. Eh, és ezért is örülök, például, hogy a Starship Test. Eh, szuborbitális teszteket eh, tudtuk szintén itt élőben nézni veletek sajnos sokan nem tudják, hogy egyébként ezt mi élőben közvetítettünk sokan nem tudják, hogy ez a csatorna folyamatosan beszáll ennek a hihetetlen és talán az emberiség legdurvább, legtechnikailag eh, fejlettebb bűrhajójának a, a tesztelését és a fejlesztését, ezt folyamatosan hozzuk nektek hétről hétre az űrőrök a világból eh, hírműsorunkban egyrészt eh, aki csak tényleg a heti fejleményekre kíváncsi, de ugye írott formában is Dávid folyamatosan a weboldalon van, kiemelt bejegyzés pagejunkie.hu weboldalunkon egy Starship hírfolyam, ami folyamatosan frissül, és annak megfelelően tényleg napi szinten Dávid érje bele a legfris, legfrissebb híreket, úgyhogy bizony, Bizony bizony, e, próbáljuk megmozgatni a hegyet. E, mi vagyunk a hegy pontosabban, aki elmegy Mohamedhez, ha már a Mohamed nem megy a hegyhez. Úgyhogy jövünk. <laughs> jövünk. Behegyed, behegyelünk mindenhova. Jó, nem tudom egyébként azt nézem, hogy nem vagyunk már túlságosan messze a második e, indítástól, ugye a második fokozatot. Mennyi? Egy percre körülbelül megint ismét beindítják. 66 másodperc, megnéztem közben, igen, úgyhogy kicsit tör, egy kicsit több, mint egy másodperc. Így van. E, úgyhogy ez nem sokára beindul, úgyhogy én szerintem mindjárt arra át is visszakapcsolunk a SpaceX élő adására. Nézzétek egyébként, hogy úszik be a nap, nem véletlenül, ugye most a kis jármű a földárnyékban van, tehát a föld nem megvilágított oldalán. Ugye minden égi test, aki elfogadja azt, hogy a, hogy a föld nem banán alakú, ugye minden égi test ugye felét megvilágítja a nap, és a felét nem. És ugye most éppen a nem megvilágított részen tartózkodik ez a második fokozat, és maga a Nilesat 301 műhold. Én itt tartozom egy válaszszal közben mindenképp, bár nem tudom, hogy mennyi válasz jött. Azt hiszem egyre vá már írásban valaki válaszolt, hogy mi volt az, az az, hát Szatyornak nevezte, azt hiszem a kedves néző a Falcon 9 második fokozatán. Ugye ez egy ilyen hővédő réteg lényegében ugye a, a hajtóművön. Tényleg úgy néz ki, mint egyébként egy alufólia lenne, de <laughs> az egy szintén teljesen normális alkatrésze a, a hajtóműnek. És amit pedig Kurt Afassu... Tehát direkt nem mondtam egyben, nehogy véletlenül a YouTube valamit csúnyán gondoljon, vagy esetleg ti gondoljatok csúnyát, hogy én rondán beszélek. A lényeg, hogy ő kérdezte, hogy mikor volt az utolsó ö, első fokozat hiba, amikor nem tudott visszatérni a, a Falcon 9. Ez ö, 49 indítással ezelőtt volt. Tehát Ginorban ez volt a 49. sikeres visszatérése egy Falcon 9-hordozórakétának, és tavaly február 19-én volt utoljára egy. Vészaki meghibásodás, és emiatt nem tudott visszatérni, akkor a B1052, nem, 1059-es volt, bocsánat, megnéztem gyorsan, és egész egyszerűen ott a hajtómű ö, kamrájában gyakorlatilag egy, egy, egy alkatrészt hagytak, vagy egy, egy, ö, egy ilyen, pedel, egy ilyen Hát is ilyen takaró fedelet végül is, végül is mm -hmm. és ö, ez a visszatérésnél gyakorlatilag eltömítette a hajtóművet, és nem tudott megfelelően beindulni, mm -hmm. és értelemszerűen akkor így gyakorlatilag a, maga az egész visszatérés az, az kudarcot vallott, és ez volt az utolsó olyan hiba, ami, ami tényleg meghiúsított egy, egy visszatérést, és azóta tényleg már a 49. zsinórban ö, visz, ö, megfelelő, ö, tényleg hibátlan leszállást hajtott végre egy, egy hordozó rakéta, úgyhogy... Dávid... Igen. Lassan indul a második fokozat. Jó. És akkor ahogy kapunk róla élő képet, a hajtóműről visszaváltom a, a SpaceX élő adásra, csak uh, jobban reprezentálja a Flight Club élő adás, maga. Igen, és fenyő. Uh, Értelen akartam mondani a neved. Tamás, Tamás, Tamás. bocsánat, köszönöm. Nem tudtam értelme a nevet. Fenyő Tamás kérdezte, hogy ez a piros csíke az. Igen, az. Mindjárt Jó, látható, hogy... Elvileg újra, újra bekapcsolni a hajtómű. Igen. Tehát elvileg mindjárt, ha lesz élőkép a... Árva. a hajtóműről. Oké, akkor visszakapcsolom. Ja, még nincs, bocsánat, minden... csak a, a műsorvezetőt ért most vissza, de szerintem... Szerintem fogják mutatni. Reméljük, nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy egyébként nincsen adat, ez is, tehát nincsen közelben Nincs, nem biztos, hogy van kapcsolat. Tehát azért Afrika most felett nem, nem biztos. Bele, hogy most tényleg már túloldalon van, ha éppen nem Igen. nem tudnak valahol átjátszó állomást találni, akkor életben nem jön át a, a Földön az a jel. Uh -huh. Igen, Itt. tehát elvileg most vagyunk nagyjából ennek a hajtóműindításnak a felénél, csak a csík hosszából tippelem, de szerintem mindjárt az élőadásba egyébként meg is fogják elősíteni, hogyha ezen túl haladt. Közben feltekertem annak a hangját az élőadásit, úgyhogy mindjárt halani lehet, hogy confirmed, vagy successful, vagy... Igen. Tehát mindjárt elvileg befejeződik a második fokozat második hajtómű ez az SES, Second Engine Start, és mindjárt Seco 2, tehát Second Engine Cut-off 2. Waiting on some ground station coverage, so we might not be able to get confirmation of that second engine start and subsequently okay. the second engine cutoff. Ah, that's even after the problem. Is that the camera roll? But hat, mind Ez előbb fordul. Mi itt voltunk. <laughs> Jó, és akkor elvileg még ez gyorsan megmutatom. És elvileg nekiáll egy kicsit ilyen érdekes kirbegurba manővert leírni, de ez mind elvileg a megfelelő pályához tartozik, úgyhogy és szerintem a mi munkánk lassan a mai napra ezzel hát még 5 perc a leválás, azt, azt várjuk már meg akkor. A kérdés az, hogy lesz-e élő, de megvárjuk akkor természetesen. Mm. Még uh, Sándor Halminak megválaszthatnánk a kérdését, hogy mm -hmm. hogy nekem egy dolog jutott eszembe, nem féltek attól, hogy túl sok, sok műhold van? Mennyire lehet a limit amit fel lehet küldeni, nyilván különböző magasságban különböző limit van. Nem is feltétlenül ott van a legnagyobb gond, hogy mennyi az, ami teoretikusan elfér, hanem mennyi az, ami már elég sok ahhoz, hogyha egy meghibásodik, az elindítson egy láncreakciót. Vannak olyan ö, vélemények, ami szerint már ezen túlhaladtunk, tehát hogyha most egy nagyobb, mint amit láttunk, ezeket a nagyon jó műhold elhajtó fegyver demonstrációkat. Az most 1408. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ezeket lehet, hogy demonstrálhatnak dolgokat, de végén lehet, hogy erősebb lesz a demonstráció, mint amire számítanak. Hmm. Mert ha tényleg elindul egy ilyen óriási biliárd, akkor nem attól kell tartani, hogy akkor úristen visszapotyognak a hatalmas fokozatok, mint Kínába, és akkor befigyelnek a tetőn, inkább csak attól, hogy lepusztít egy rakat műholdat, és, és ténylegesen akár használhatatlaná is tudnak tenni pályákat, mert annyi űr szemét lesz belőle. Tehát, hogy azt tényleg, hogyha egy műholdat telibe talál egy másik, akkor abból nem kettő, három, hanem akár több tízezer veszélyes darab is lehet. Ami mint egy sörétes, így, így lefedi Én azt az egész pályát, és nagyon-nagyon nehéz kitisztítani egy ilyen pályát. Tehát, hogy ezek, ez egy tényleg valós veszély, de mondom, még jóval korábban fenn, vagy gond lehet belőle, mint sem hogy elérnénk azt a limitet, ami elméletileg a pálya elbírna, a minden tökéletes lenne. Tehát a, erre szokták mondani, hogy a valóságban az elmélet között, ugye csak elméletben nincs különbség. Enervált a hangom, úristen. Jaj. Inkább csak fáradt vagyok csak most. késő van, igen. Igen, igen, igen. Uh, milyen kérdés jött még? Közben én megválaszoltam, Gyenei Mária kérdezte, hogy uh, esetleg angol gyerekek, rész, angliai gyerekek részére is készíteni tangfilmeket és illik közvetítést, uh, de akkor beolvasom uh, hangosan is. Alapvetően nem, nem feltétlenül. Tehát az a baj, hogy így is nagyon-nagyon, eh, tehát túlságosan kevés időnk van magára a Space Junkie dolgaira, ezért dolgozunk tényleg váltvetve azon, hogy minél hamarabb lehetőleg hamarabb, esetleg full time-ban tudjuk ezt végezni, mert így sincsen nagyon-nagyon sok mindenre időnk, és így is szelektálni kell, hogy mit csinálunk és mit nem. És jó lenne, természetesen, marha jó lenne, hogyha, hogyha több időnk lenne, de nincs, és, és ez azt jelenti egyenlőre, hogy próbáljuk levágni azokat a tevékenységeket, amik, amik egyszerűen nem igazán tolják úgy a szekerét a, a közösségnek, mint ahogy kellene, úgyhogy nem vagyok benne biztos. De szeretnénk, oké, természetesen. Ott lehet ezt nagyon látni, hogy nagyon sok olyan megkeresés jön akár felém is, hogy jönnének segíteni. És amikor a töredékével szembesülnek, hogy mennyi feladat is van, Valójában Közben lassan a... leválás lesz, igen, csak szólok. Mm -hmm. Mondja, nyugodtan, csak majd félbe. Mikor el. szembesülnek azzal, hogy valójában ez, ez, tényleg rohadt nehéz, és hogy mennyi minden szervezésigényel mennyi időt veszel, akkor, akkor nagyon gyorsan eltűnnek. Tehát az emberek nagy része eltűnik, szó nélkül, mindenféle ezen nélkül, mert, mert annyira már nem nincs kedve a dologhoz. Tehát, hogy ezeket tényleg piszkosul nehéz, higgyétek el ezeket mind összehozni, és mindig ott lenni, és mindig képben lenni és lehet, nem, lehetőleg ne hülyeségeket mondani nektek. Igen. Igen. Na és ha szerencsénk van, akkor most viszont lesz fedézeti kamera, tehát látni fő konkrétan a műholdnak a leválását, ugye a szállító platformról, ami másodperceken belül bekövetkezik. Na lássuk. Még mindig azért 300-an itt vagytok, úgyhogy nagyon köszítének, hogy ilyen késő időpontban még ilyen kitartóak vagytok. Csak nem akartok elmenni lefeküdni. 300 <laughs> <laughs> Csak viccelünk. És akkor És na. 740 is. Nézitek, hogy emelkedik a magassága, ugye ez most ugye, most az történik, hogy halad a pálya legmagasabb pontja felé, jól gondolom? Mm -hmm. Igen, igen. igen. Hát ugye az előbbi pálya korrekciós manőver, amit ugye nem láthattunk, vagy nem láttunk, ugye az pont egy ilyen irányú pályára állította át a, akkor még a második fokozatot és a műholdat együtt, és most ugye ugyanabban az irányban engedte el, lényegében, ugye a második fokozat a hasznos terhet, úgyhogy innentől a SpaceX dolga az gyakorlatilag bevégeztetett, vagy, vagy, vagy befejeződött, innentől már tényleg a SpaceX az egy teljesen, hibátlan küldetést mondhat magának, és mostantól már csak a nice 301-es mű, 301 múlik, hogy valóban sikerül-e a megfelelő pályát elérnie. Pontosan. Igen, tehát ezt ne felejtjük, hogy azért ezen a mű oldalon is vannak még ilyen apróbb hajtóművek, tehát nem a Merlineket kell elképzelni, de ez még azért képes pályaemelésre, pályakorrekcióra, hmm. tehát hogy ezek ez nem úgy van, hogy most csak úgy eldobtál egy követ, és akkor majd valahogy beáll a helyére. Majd lesz vele valami. Igen. Hm. Talán még zárásképpen szeretnénk eldicsekedni, de természetesen erről beszámoltunk a spacejunkie.hu weboldalon, hogy kaptam egy nagyon jó publikálást, és természetesen ennek van Space vonzata is, hála a jó égnek. Semmi más nem történt, mint ugye készítettünk erről egy műsort is, Sági Gábor alias Padavan kedves ISS fotós kollégámmal, csak azért, mert látom, hogy vagytok, vagytok itt egy páran, akik szerettek észlelni, hogy ez az SSTV, ugye ez a nemzetközi űrállomásról, ez a HEM rádióval, azt hiszem HEM rádióval fogható képek alapvetően, és akkor ezt ilyen analóg módon le lehet tölteni. Nos, a space.com weboldal írt a az észlelésemről, és szerencsére a Sági Gábor észlelését is megemlítették, aki egy kicsit többet szeretne tudni erről a Boeing Starliner és a nemzetközi űrállomás esetéről, annak tudom ajánlani, hogy látogasson el a spacejunkie.hu oldalra, jelenleg ott van most kiemelt bejegyzésként, és nézzétek meg, marha jó, ennek is természetesen az a célja, hogy egy picit próbáljuk népszerűsíteni a műholdfotózást, a nemzetközi űrállomásfotózást, fotózást, meg úgy alapvetően azt, hogy az ember legyen kint néha ég alatt, ismerkedjen meg az éjszakai égbolt eh, csodái, csodáival, esetleg uram, bocsájt, távcsőbe, távcsőbe beruházom, vagy csak menjetek el egy közeli eh, observatóriumba, amikor éppen tartanak nyilvános megfigyelést garantálom, hogy tetszeni fog, amit láttok, Saturnus, Jupiter, Hold, és a többi, és a többi, tényleg, és mindenkinél ezzel kezdődik. Mindig azt próbáljuk átadni, hogy ezek az ismeretek, ezek, ezettől többek vagytok. Ettől jobban megértitek a világot, és jobban fog tetszeni, amit láttok. De szerintem még mielőtt átavancsál ez a műsor motivációs műsorba, én szerintem azt mondom, hogy lehet, hogy menjünk el aludni, még mielőtt túl nagy baj történne. <laughs> Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, tényleg nagyon sokan voltatok a mai közvetítés során. Ha lehet, és Kérhetünk ígyet, vigyétek a hírünket, mert tényleg lelkesen és váltvetve próbáljuk informálni a magyar népet, a magyar közösséget arról, hogy mi történik a fejünk fölött, milyen csodálatos programok vannak, és higgyétek el, nagyon-nagyon jó ma elni technológiai szempontból, eh, csodálatos dolgok következnek a következő hónapokban, években, és ezt mi szeretnénk az első sorból veletek együtt nézni. Eh, srácok, esetleg még is Keep Ben. Ja még annyi, hogy mikor lesz kávé? Jött egy Talita Kriszta kérdezés. És szerintem jövő héten lehet, hogy belszervezünk egyet. Hmm. Lehetne, mert sajnos indításból nem nagyon bővelkedünk mostanságot, már, már ami kijön így nekünk jó időpontban. Uh -huh. ö, és ugye ezt is mindig mondjuk, hogy amíg nem tudjuk fóltában csinálni, addig sajnos csak ilyen esti időpontokban, vagy esetleg hétvégén, vagy nagyon esetleg szabad napon tudunk bevállalni napközben indítás. De a lényeg, hogy mostanában nem fog nagyon kijönni, úgyhogy ö, Szerintem egy kávé az be fog férni jövő héten. <laughs> Addigra már jó álmosak leszünk, úgyhogy... Igen, addig nem is alszunk. Ha <laughs> majd akkor dupla kávézünk. Jó, még egyszer nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. <laughs> Vigyázzatok magatokra, jó belly az ágyba, olvassatok, nézzetek minket, további kellemes éjszakát, várunk benneteket vissza, ha más nem, a hétvégén a hírekkel. Sziasztok, jó éjszakát, hajrá Team Space, sziasztok! Sziasztok! Joj, uvijek je